Az M9-es autópálya eredeti tervei szerint Nagycenkről indulva, Dombóvár és Szekszárd érintésével Szegedig nyugat-kelet irányba szelte volna át az országot. Az érintett térségek képviselői a tervek napvilágra jötte óta az út gazdasági fejlődés segítő hatásáról beszéltek. Csak hogy az eredeti változat azóta átalakult, és létezik egy olyan verzió is, melyből kimaradt Tolna megye, és Mohács irányába indul. Az ország vérkeringésében csak úgy tudunk bekapcsolódni, és úgy tudunk gazdaságfejlesztési terveket dédelgetni és megvalósítani, hogyha Dombóvár közúton jól megközelíthető. Tekintettel, hogy a 6-os Szekszárd irányába elkerül minket tisztességesen, a 9-es Siófokon elérhető legközelebb, tehát azt gondolom, egy olyan terület közepén maradtunk, ahova vállalkozókat ide csábítani igen nehéz, hiszen számukra a legfontosabb, hogy az áruk gyorsan és zökkenőmentesen tudjanak mozogni. Pintér Szilárd reméli, hogy a végső döntés az eredeti nyomvonalhoz tér vissza. A város elképzeléseiben szerepel hosszú idő óta egy elkerülő út megépítése is. Bízom benne, hogy az eredeti nyomvonalhoz vissza fogunk térni, hiszen a számukra nagyon nagy segítség lenne, hogyha a Szekszárdról a 6-osra rá tudnánk menni, illetve 7-es is nagyon közel kerülne hozzánk, és mindenféleképpen autópályás kapcsolattal tudnánk a befektetőket Dombváros a térségbe hozni. Mindez a város gazdaságát nagyban segíteni, ami a most elfogadott költségvetés láttán, mely 300 millió forint mínuszt regisztrált, különösen fontos lenne.